Hát ez tényleg nem jó. Látod, hogy nem jó? Rossz! Rossz! Nem, hát az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat, szóval hogyha ti jól érzetek magatokat, akkor mindegy, hogy itt szenvedek. Jó, csak tehát nem értem, tehát hogy ez is benne van a játékban, az is benne van a játékban, ha valaki így élvezi, valaki úgy élvezi, akkor mindkettő így jó, nem? Vagy nem tudom. Van, aki fogja magát, azt akkor spellezget, azt benyom egy spellt, azt fél HP-zza a boss-t, még egyből meg meg is oli. De most sőt, van, aki meg van satója. Hát ez ilyen saját PB-m. Az 1 óra 50 perc. Lehet, hogy most ezt túltoltam, de jó, mindegy, akkor erről jövök. Ja, erről, akkor erről jövök, ja. Mindegy, erről talán nem baszom el annyira. Lehet, hogy korai volt még. Jó volt. Alapvetően még hogyha ez az argumentum, Takács, hogy nem tudom, élvezni kell a játékot, vagy az a lényeg, akkor még igazából még arra sem mondanám azt, hogy így rossz, mert hát most ha valahol elakadsz, és neked az van, hogy nem akarod megkeresni, hanem mondjuk megnézed, akkor így valakinek ez jó. Tehát, hogy... Na mindegy, én azt mondom, hogy játszatok úgy, ahogy hogy ti élvezetek a játékot, aztán így jó a játék, én, nekem is, én is élvezem, mit tudom én, így jó, nem tudom mi van. Na jó van, Sith Gerza. Azóta is fájt, neked is, mert nekem is a Civilization is fölhozod. Tudja, hogy atomot kapsz, hogyha legközelebb jön. De amúgy van terve, vagy akarnék egy olyan végigjátszást is. Csak nem akartam elkezdeni itt most PC-n, bár hát elkezdhettem volna PC-n. De majd otthon PS-en. Ami tényleg ilyen varázsolgatós, spellezgetős. Nem ilyen gyors futós, de ilyen... Hát gyorsabb. Hát érződik amúgy a performance. Érződik a performance nagyon. Sokkal jobb PSM a performance. Mit varázslás? Kipróbálom a summonokat, varázsolgatok távolról, lézerbímet, meg meteordobálók, meg nem tudom mik vannak.
Nem tudom amúgy. Öt lehet. Meghal a summon mielőtt meg bármit. Tehát hogy meghal a summon, nem tudja megnyerni a fightot, vannak olyan fightok, nem? És azon is változtattak, én nem tudom, hogy mit változtattak a mimiken. Ja, én is inkább kardos voltam mindig DS-ekbe is. De már játszottam annyit karddal, meg végigjátszások is karddal voltak, vagy fegyverrel legalábbis. Hát lehet, hogy karddal voltak, nem. De mondjuk baltáztam is, mennyitom. De, tehát hogy volt már annyit, hogy mehetne egy varázsolgatás is. Nem tudom, hogy meg lesz-e csinálva a performance PC-n. Lehet, most ezzel a patch-e lehet, hogy sokkal jobb. Ez most a tegnapi patch, ez nem az új patch. Úgyhogy arról nem tudok mondani véleményt, mert annyit nem mászkáltam. Szia, Rakka! Oda a fegyver, a varázspálca, a fegyver. Ezt bírom, hogy itt nem mindig, hogyha pont esés közben fújjon meg a fityülőt. Akkor nem mindig jön elő a lovacskám. Nagyon jó sebzés, de nekem nagyon-nagyon lassú volt amúgy érzésre. De... ja. Egyszerűen annyira gyorsabb volt a másik fegyver, amit toltam, nem tudtam hozzá szokni, aztán visszaváltottam. De aztán kipróbáltam még, ugye a Gusznak a fegyveréből van egy peckó változat, amit a farkasember csinál, vagy farkasembertól. Ezt még nem szpiteltem. Nem tudom, hogy van-e már autosplit. Nekem nincs, az biztos. Meg hát valószínűleg tudnék csinálni manuálisan, de... nagyon potátó speedrunner vagyok. Ja, holnaptól van leaderboard. Azt nem tudom, hogy miért omlik össze az OBS. Nem tudom. Úgy érzem, hogy minden új játék, meg igazából bármilyen játék szétrakja. Már 25-ig zárták le. Akkor az a patch ott is betett rendesen. Gondolom már ki voltak találva a dolgok, jó van, holnap után megnyitjuk. Azt hopp. Jött egy patch, hát akkor még egy hét. Na. Hát kíváncsi leszek amúgy, hogy csinálnak-e ennek egy nem tudom, egy kategóriát, ugye. Én azt mondom, hogy kicsit így, hogy nagyobb streamerek is fölkapják, tehát hogy a játékot nyilván azért nagyon sokan játszották, de nagyobb streamerek is fölkapják a speedrunningot. Emiatt sokkal több, hogy mondod ezt, sokkal több mindenki látja, vagy sokkal több embert így vonz az egész, és emiatt így lehet, hogy sokkal biztosabbra akarnak menni az egésszel. Hát nem csak az Elden Ring, de így bármilyen új játéknál szerintem most már. Meg hát így ez a játék azért, ja, van is annyira jó, hogy ki kelljen találni faszán a kategóriákat. Hát most az izét is azzal tolták amúgy, érzem, nem? A no-hitet is. A no-hitet is a Night and Flame-mel tolták, amit ugye most nerfeltek, szóval lehet megint próbálkozni egy másik fegyverrel, mehet a no-hit akkor. Én szerintem a lézerbeames karddal tolták, nem? Ja, hát azzal tolták, mert közelről kapott ilyen point blank damage-et kb. De az is nerfelvett.
De mit aggrózok be ilyenkor? Elrontottam. Még tudtam volna portolni. De valamit itt beagrózok. Jó, mindegy, leülök. Beszélgetni kell a csajjal, ez suboptimális nagyon. Meg nem is akarok elmenni, mert a másik helyre kéne mennem. De persze amúgy, hogy hisztiznek, mert de amúgy nagyon sok OP dolog van még a játékban, csak most ugye ezek voltak meg, meg ezeket tolták sokan, meg hát emiatt ugye, hogyha tudom én, nagyobb streamerek, vagy tehát olyan emberek azokat tolják, azokat a fegyvereket, és azokat nerfelik, akkor hát nyilván irigyen van belőle, persze. De nagyon erős dolog van még, csak most ezt újra fel kell így fedezni, amúgy megint nem spliteltem még. Ráadásul töltőképernyő spitalek, na mindegy. Lassan. Hát nem tudom. Mondta, hogy akarja, de... Talán jó. Talán. Hát, de csak talán. Dehogy jó. Annyira szar vagyok még ebbe a timingba. Vagy későn nyomom már, és akkor nem jó, vagy pedig túl korán nyomom. Hú, Odi amúgy. Most nem azért, hogy ezek, de PS-en annyival jobb. Talán megint kicsit gyors volt. Ah. Köszi. Köszi, Wolftron. Hát, nem tudom, hogy PS4-en mennyire, de PS5-en a PS4-es verzió is jó. Majdnem lassú voltam. Szendrúgolj. Nem tudok róla, hogy ilyesmi lenne. Esetleg el tudok képzelni egy-két dolgot. Bannolták a csatornát, te nyomtál véletlen a kikövetésre. Telefonon elő szokott fordulni sok mindenkivel, azt tudom. Más nem jut eszembe most.
Hát, ha most nem rontom el. Hát, ja, jobb amúgy. Igazából az előző is jobb lehetett volna, mint a legjobb időm, szóval. Mert az utcsó bosszon egy órát nem vettem, szóval. Azt meg tudom csinálni gyorsan, akkor mindenképp jobb lehet az időm, de az jó lenne, hogyha az előtte lévő részek sem lennének szarok. Ja, így, hogy akkor szóval így, hogy akkor jövő hétig is lokkol vannak a leaderboardok, vagy a leaderboard, akkor majd kiderül is, hogy mit találnak ki addig. Ja, igen. Az is egy érdekes kérdés lesz ugye, hogy most akkor in-game time lesz, vagy RTA. Mert kicsit az is, hát nem is az, hogy baj, de én azt vettem észre, hogy az is nagyon fontos kérdés ugye, hogy hát mert konzolon is lehet, PS, vagy mi PC-n is lehet, és így kb. Sok minden a töltési időhöz van kötve, főleg egy-két skip, és vannak olyan skipek, amiket lehet, hogy nem akarnak engedni, vagy olyan glitch, amit nem akarnak engedni. Szóval, ja. Az baj. Jó. Ja, valószínűleg amúgy. Hát vannak, fölmész a speedrun.com-ra, és akkor mit tudom, ott van a aktuális játéknak a moderátorai, gondolom. Akik nem tudom, hogy mi alapján vannak választva. Ennyire nem vágom ezt azért. Lehet, hogy van itt, aki okosabb ebbe. El tudom képzelni. Mármint a csücseten. De, ja. Gondolom ők így kitalálják. Hát lehetsz te is, Erza. Boy. Na, én annyira nem vágom. Kb. Hát Jump King-et ugye, amikor speedrunoltam, ott vágtam egy-két embert, de ők nagyon vágták a játékot, akik ott moderáltak. Aha. Hát valószínűleg azért nem teljesen fogalmatlan emberek azért, nyilván. Ah, jaj. Jaj, amúgy ezen az útvonalon föl lehet venni konkrétan az összeset. Összes, hát igazából ebben benne van az összes Bomber Smithing Stone.
Jó volt talán. Jó. Nem jó. Majdnem. Benne van amúgy. Hát ott ugye nyilván ilyen, azokon a Discordok, vagy azon a Discordon biztos, hogy fönn vannak azok, akik. Valószínűleg jó. Aha, jaj. Szerintem más nem kell, nem? Néha Erzát is megkérdezik. Amúgy, tehát flaskákat nem csináltam meg. Gondoltam én is, hogy nerfelik. De, tehát, hogy nerfelték a damage-ét, az FP kosztját, Na bassz meg. Meg ráadásul nem is spriteltem. Az FP kosztját, a damage-ét, az, hogy mennyi ideig kaszt, a cast time-ot. És ugye kijavították a konkrétan azt, amit most föl fogok venni weapon artot. Vagy mi az Ashes of Fort. Vérző csapdás. Hát én majdnem. Tudtam, hogy nem akarok, aztán megvettem, majd két órát álltam a menübe, és inkább nem. Ja, hát inkább a poe. Ezerszer. Aj, flassus, flassus. Laskát nem osztottam el. Nem rédeltem. Amúgy valami van még. Amúgy lehet egy split. Az baj. Hát akkor így hiba nélkül kell.
Hiba, hiba. Viszont így akkor lentről megyek. Na, hát nem sokon múlt, de... Ja. Hiba. De ezt a weapon artot, most nerfelték szarra. Az a tegnapi patch. Annyit kell tudni róla. Az baj. De... Azt hittem, hogy volt még annyi FP-m. Ezt, igen. Ez nem így működik, hogy nem hivatalos speedrun, mert lehet, hogy csinálnak egy ilyen kategóriát, hogy ha ez lesz mondjuk a leggyorsabb kategória ezen belül, akkor simán benne van. Szóval... Vagy csak simán csinálnak egy, mit tudom én, egy ilyen leaderboard előtti kategóriát. Mert hát nagyon sokan speedrunolták, szóval miért csinálhatnának egy ilyen kategóriát. Illegális ősi gyűrű futó. Ezen még sokat kell edzeni. Menü navigálást futás közben. Hát azért ezt itt begyújtom. De azért jó lenne, ha nem pusztulnék meg, akkor tudnám upgrade-elni plusz 10-re.
Szívanak le. Sasgecik. Á, bocsánat. Szaminát nem figyeltem. Á, nem tudom. Esés közben, tehát esés vagy ugrás közben jól megy a logulás meg a menüzés. De utás közben, ahol nyomni kell egy extra gombot, ott meg ugye tartani az irányt, ott már nem annyira. Mert amikor esek, akkor ugye hát el tudom engedni mindkettőt. Na így akkor ablidelek plusz 10-re, és akkor mehet a fight. Legalább ezt most sikerült, ráadásul damage nélkül, úgyhogy... Bíros. Melyikre gondolsz? Skipeket nem nagyon javítottak. Nem dolgok egyet sem, amit javítottak volna. Nem, azt nem javították. Ráadásul PC-n szerintem fixen teljesen konzisztens. Mert PS5-ön ugye nem működött, PS5-ön PS4-es verzióval nem mindig, de szerintem PC-n az mindig működik. Hogy ne pusztuljak meg, de így is necces most már. Elbasztam a gyors skillt. Elbasztam a gyors skillt. Én úgy tudom, nem. Legalábbis ott hagyta. Azt mondta, hogy már visszamegy. Amennyit hallottam róla. Amúgy tám, de tám lagolt is egy kicsit. Valószínűleg nem tudtam megcsinálni, mert ugye... Ha meg is valam, ugye azt a támadást azt mindenképp végigviszi. Úgy kellett volna ugranom, vagy mennem rajta. De igen, mindenképpen én fogom. Hát, nem tudom, én néztem Ropika. Hát, ha ezt is használják, esélytelen a run. Mármint úgy esélytelen, hogy
Hát egy negyed órával tovább tart. Konkrétan ezt a weapon art, vagy a esizofort nem tud használni extrának. Kevesebb a damage, lassabb a stomp. Nem tudom. Talán még több bizés kell. Több estus. Vagy mi ez. De... Speedrunning went wrong. Top 10 things to avoid during old speed on the old patch. Hát a kezdő armorba, meg ennyi HP-ra damage-el bőven. Meg az ő fegyvere olyan, hogy hogy csökkent, hogyha eltalál, a második fészbe eltalál, akkor csökkenti a max HP-dat is. Tehát, hogyha utána healernél se leszel annyi HP-n, amennyi voltál, úgyhogy... Nem könnyű. Azt hiszem ám. Szia, Twixer! Van baj. Hát... azért gyakoroltam már eleget ahhoz, hogy menjen, de látszódik, hogy még mindig hiányzik egy kicsi. Ahhoz, hogy nagyon jól menjen. Hát végülis gyakorlás, amúgy igen. De az a lényeg, hogy hát most én ezt élvezem valamennyire azért bőven.
másik kezemben lévő fegyver az csak arra jó, hogy buffolom a jobb kezemben lévő fegyvernek a damage-ét olyan 80%-kal. De ugye az új patchben már ez sem működik. Mert ugye ez alapvetően úgy működne, hogy azon a fegyveren, amin használod, arra a fegyverre adna buffot. De ugye a patch előtt úgy működött, hogy ha másik kezedben volt a fegyver és buffoltál, akkor tehát ugye nem azon a fegyveren is működött. Ráadásul úgy is működik, hogy ugye ehhez a fegyverhez nincs meg a stat requirementem, szóval ott látod balalul, hogy nem tudnám használni. Így úgy működik, hogy ingyen használom, és a másik fegyvere is működik. Legalábbis ez volt a patch előtt. Hát lehetett volna jobb, meg szebb, meg jó. De, mi ez a crash? PC-n azért crash-elget. Nem pauzolom, mert úgyse egyezik az in-game timerrel már, de nagyjából azonos. Nem sok különbség van. Igazából a split miatt indult el. Hát azért amúgy a végére lehet, hogy lesz egy perc különbség, vagy lehet, hogy több is. Hosszak több is, de ja, szia Pepu! Jó lenne, hogyha egy órán belül meg lenne. Most az annak nagyon örülnék. Igazából, ja. Ha csak sokkal jobb az időm, mint az előző időm, az is nagyon jó már. Meglátjuk Petrocsek, szerintem ja, valamit lehet. Amint, hogy a gémet biztosan, de hogy speedrunt, azt meglátjuk még. Igazából, mivel ezt elkezdtem már, ezért akartam tolni mindenképpen egy órán belüli speedrunt, úgyhogy nyilván azért most, hogy lett ez a patch, ettől függetlenül már meg akarom ezt csinálni ilyen saját célnak. Meg hogyha lesz ebből a kategóriából leaderboard, akkor esetleg fölkerületek. De így, hogy most lett ez a patch, meglátjuk, hogy mi lesz a többi kategóriával, hogy milyen kategóriák lesznek egyáltalán, aztán, hogyha úgy érzem, hogy igen, akkor, ja, összerzem. Hát nem is az, hogy speedrun, de amúgy, hát ugye én jumpkinget is speedrunoltam, hogy bármennyi köze van annak ehhez, de... De így, nem tudom. Én ilyen sokkal hosszabb ronokat azt nem feltétlenül nyomnék.
mondjuk, hogyha az All Remembrance-es Rumble esetleg lesz ilyen, ugyanígy egy ilyen két óra körüli time, akkor azt lehet, hogy esetleg majd az még talán beleférhet. De nem, hát van az, hogy így, nem tudom, hogy elsőre végigmész. Tehát, hogy gyorsan és így úgymond leütsz mindent, és így gyorsan végigmész. Szerintem az, hogyha már játszottad a játékot és élvezed, akkor tudom, ez egy fun része a játéknak. Na hát most meg már csak a gyökér lenne jó. Na hát akkor majd gyertek vissza egy pár perc múlva talán, hát ha sikerül addig. Szerintem meg lehet szerezni külön, de hát, ugye, tehát magát a weapon artot nerfelték, tehát nem a fegyver, nem csak a fegyvert. Jaj, nem tudom, hogy pontosan hol van. Bocsi. Ja. Igazából az baszta szét az egészen. Mert így más fegyvereket is nerfeltek azzal. Pedig múltkor egész okésan ment. De most meg az első ugrás sem megy. Igen. Lábedzés most. Pedig ott lett volna. Jó. Ja, meg például azok, hogy na most ezekről lehet, hogy kitalálják azokat, tehát na, nem tudok beszélni. Szóval lehet, hogy kitálnak majd olyan szabályokat a leaderboardra, hogy mit tudom én, ezt például nem engedik ezt a skipet, vagy a másik skipet, vagy akármit. Hát gondolom valaki próbálgatta, aztán sikerült neki és megosztotta, hogy hát ezt meg lehet csinálni. Azért most már ebbe a korba, ahol most vagyunk, így az internet ezen korában, már nagyon megosztják ezeket az emberek, hogy nézd már basszus. Loser, minek ölöd a boss-t? Ki lehet skippelni, te noob. Meg szeretik ezeket YouTube-ról is föltölteni, hogyha valakinek sikerül ilyesmit csinálnia, csak úgy nyilván onnan Tomáz. Hát ja, most érted, mindenki szereti megosztani ezeket. Várjál, itt azért még egy leesés benne van. Szoktam tolni. Meg az ugrást se tudom megcsinálni, basszus, mert... Mondtam. Pedig... Ezért elsőre kell a boss csinálnom. Az a baj, a hülye Elden Beast-nek még így be kéne adni az AI break-et. Igen, több mint egy óra van még a saját legjobb, amíg, érted? Még egy halálrezet,
Hát ott, nem mondom. Itt minden alkalommal működik szerintem. Na, szia, Szintroxin, pont jókor jöttél, hello! Na, lássuk! Megpróbáljam így. Hát ez gatya, nem adta be. Mit csinál? Ott? Nem... Hát ez amúgy se lett volna így meg. Amint, tehát több healem nem volt, ezt mindenképpen megcsinálta volna ezt a támadást. Legalább annyira kéne breakelni az AI-t, hogy tudom én, le tudjam stompolni ilyen 20-30%-ig, és utána. Szerintem Gergi nyomja azt is. What? Van ilyen, hogy nem adta ezt be? De én már mondtam, hogy ez minden alkalommal működik itt. És nem. ...49 percnél vagyunk. Game time. Lehet még egy órán belüli. Én azt hittem. Nem tudom, lehet nem voltam elég közel. Túl jó a számítógépen megint. Ehhez. Hát kíváncsi vagyok, hogy fogják ezt ölni amúgy, az új patchen, hogyha valaki próbálja majd ezt a úgy any percentes runt.
csak, de csak egyet kellett menni. Jó, talán meg tudom mindent csinálni, nem? Talán. Meglátjuk. Közel. Add be! Megvan. Nem, az megvan, ez megvan. Egy kicsit távolról kezdtem el. Na csábléd. Köszi. A nerfek ellenére. Jaj. De nincs letöltve a zombidás, az a baj. Mert letöltöttem, csak kitalálta, hogy most délután új patch van. Köszi. Hát mindjárt mutatom, ilyenkor vissza tudok lépni. Köszi mindenkinek, akkor meg tudjuk nézni. Köszi. Jó, nice. Hát igen, az volt most ebben a kategóriában a világrekord ennek a fele. Majdnem. Egy órát javítani. De Erza, tehát az van, hogy a játék kitalálta, hogy patch-el. Tehát azt tudom csinálni esetleg, hogy itt beállítom azt, hogy töltse, de lassan, és akkor addig nem baszakodik a stream, viszont nem tudom, hogy mennyi az, mennyivel tudja szedni. Ja, ez sikerült meg, ez világrekord. Megnézzük így, mert itt délután kitalálta, hogy patch-el. Nagyon sok hibám volt. Nagyon sok. Nem tudom, valaki számolt, hogy mennyi hiba volt. Nagyon sok volt. ...28-14 talán most ebbe a kategóriában a világrekord. De, hát azt is... Ennek nagyon örülök, hát... Ilyen vagy, hát... 50, hát most in-game time az 52 perc, tehát egy órán belül. És tényleg sok hiba volt. Hát, ja, a Gatskinon is meghaltam. A Maliketen hányszor haltam. Itt az utcsó bosszon nem adta be az AI break-et. Az ugrásnál leestem, a gyökéren. A gyökéren szalakodtam. Nem, ezt csak azért mondom, hogy még sokat lehetne javítani. Szerintem egy olyan 45 perc az reális, nem? Ja, egy 45 percen belül szerintem reálisan tudnék még. Na mindjárt, ennek örülök, ezt majd ki lehet vágni. Na mondjad, Steve, mondjad, mi a kérdés.
mi az a durvaság, amit jobban nyomnak. Hát az aktuális, ebben a kategóriában, az aktuális rekordban azt nyomják jobban, hogy nem rontanak el nagyon semmit. Elsőre halnak a bosszok, skipek is elsőre sikerülnek, de amúgy talán abban a rekordban sem sikerül minden. Meg optimálisabb az útvonal, kevesebb a lassú, tehát hogy amikor mondjuk inventorizni kell, akkor az nekik gyorsabb, gyorsabban lépnek ki. Mit tudom, tehát az nagyon sok, és ezek a dolgok így összeadódnak. Most egy boss halál az kb. Ugye az odafutás plusz az újra a fight, az egy perc extra. És nekem volt 10. Szóval az minimum 10 perc. Ugye a gyökérugrálás is lassú volt, előtte is hibáztam egyet, másik zén is volt, tehát ugye én azt mondom, hogy a 45-40 perc az olyan reális számomra, amit el tudok érni. Így még egy kis gyakorlással is, úgyhogy nyomkodom. Hát most egy megával töltöm, így tud menni a stream a háttérben. Mindjárt följebb veszem, azt megnézem, hogy mennyire lesz szarabb. Hát azt úgy lehet mondani, Steve, ugye, hogy van egy útvonal, de szerintem két részre lehet bontani a dolgot. Van egy útvonal, amin végigmész, ugye azt kell megcsinálni jól, meg vannak a fightok, amit szintén le kell csinálni jól. Most igazából mindkettő lehet így jó. Nyilván a futás részét azt valószínűleg könnyebben megcsinálni, mint a fightokat az elején, viszont a futás részén is lehet sokat tehát javítani. Én megkérdeztem a magyar speedrunos Discordon, hogy valaki tolja el, de állítólag nem írt senki, hogy tolná-e. Meg hát annyiból, hogy ez nem hivatalos. Ez nem hivatalos speedrun még, mert nincs leaderboard. Meg azt se tudjuk, hogy lesz ilyen kategória. Na mindegy! Én azt mondom, hogy ezt be lehet írni még. A tegnapi patchhez. Speedrunnak. Na, figyelj, Erza, két megával tudja szedni. Úgy nézem, megpróbálom még följebb venni egy kicsit. Hogy droppul-e a stream. Köszi amúgy mindenkinek, nyilván azért vannak nálam, akik jobban tudják, valószínűleg itthon is, csak nem streamelnek. Úgyhogy engem kell nézni, de ja, köszi. De ja, valószínűleg én is akarok majd ilyen olbosztos All Remembrance-eset, úgyhogy mehet majd Odival a versenyzést, vagy hogyha valasz még valaki, aki tolja. Kösz, Armin, kösz. Rocky 4GG. Kösz. Nare, gyönyörű speedrun volt, Conti. Köszi szépen, Ékoza Eder. Szerintem... Nem tudom, most enni akarok egyet, meg Erzával beszéltünk ilyen zombizást, úgyhogy nem tudom. Köszi Csigusz, köszi. Szóval lehet, hogy egy kis bohózkodás lesz addig, inkább. Esetleg egy-két fegyvert így meg lehet nézegetni, bár itt nincsen olyan karakterem, amivel nagyon megtudnám. El kell menni érte, meg fölvenni meg ilyenek. De majd szerintem tolok még ilyen ránt. Meg megnézem, hogy mit tudom én, elaj az ég, most hogy tolják az All Remembrance-eset, és akkor esetleg azt is meg lehet próbálni majd. Mert addigra hátha lesz útvonal. Már új útvonal.
igazából mindkettőhöz, mindkét kategóriához. Legjobb modi Elden Újvi. Nem tudom, ki küldte. Köszi szépen neki. Köszi. Ja, Újvi? Elvileg. Hát akkor nem tudom, ki küldte Újvi? Van valami rajongód? Mert itt ahogy nézegettem a Speed Souls-os Discordot. De nem nagyon. Mindenki inkább azt írkálta, hogy majd ezen a patchen fogják tolni, mert rinya van Erza. Na, elvileg így is tudja tölteni Erza, de 46 perc. 46 percet ír. Erre megnézem, hogy ennyit bír-e még, 3 megát elbír-e. 3 megát elbír, akkor 22 perc. Hát amit nyomtunk múltkor, az a World War Z Aftermath. Igazából be volt kérve egy pár, csak ugye itt most nincs megnyitva, mert itthon vagyok, de hogyha most kérsz be, akkor azt az egyet megnézhetjük. Speedrun. Hát most le van korlátozva takács, szóval annyit talán elbír. Jó, oksa. Pír. De mi a gond? Amint... Azon kívül, hogy most ez nem volt olyan jó, vagyis hát amúgy nincs ezzel gond. Aha. Hát in-game meg ugye még gyorsabb. 52-29. Most elkezdett kicsit droppolni. Na jó. Na, nem tudom. Majd szerintem tolok még ilyet, de meglátjuk, hogy tényleg akkor ugye egy hét múlva mi lesz.